Én úgy ítéltem meg, amikor ennek a programnak, ennek a mai napnak a programján dolgoztak a szervezők, hogy egyébként ez egy nagyon jó téma, amit a mai napra összeraktak, mert ilyen komplexitásában én még nem voltam, nem találkoztam előadással vagy programmal, amikor a munkajogi szabályok mellett egy napba besűrítjük mindazokat a tudnivalókat, ami a foglalkoztatókat, munkáltatókat érinti, olyan szempontból ugye, hogy ugye az élő munkát terhelő kötelezettségek legnagyobb részét ugye a szociális hozzájárulási adó teszi ki, de azt is tudni kell, hogy a munkanélküliség leküzdéséhez nagyon sok olyan támogatási forma is megjelenik a rendszerben, amiről még kevésbé tudnak a munkáltatók, és egy napba besűrítve azt, hogy milyen lehetőségek vannak olyan tekintetben, hogy ha felveszünk egy munkavállalót támogatás formájában hozzájutni munkáltatóként, illetve maga a fizetendő közteherből milyen kedvezményeket tudunk érvényesíteni, ezt egy napba besűrítve, egy programban megjelenítve, én még ilyennel nem találkoztam, ez szerintem nagyon hasznos. Mielőtt a konkrét kedvezményekről beszélnék, azért... Címet adtuk tehát a mai napnak, hogy foglalkoztatás hatékonyan. Hát ez sok mindent jelenthet. Nyilván, aki foglalkoztat, az tudja, hogy ebben a műfajban azért a hatékonyságot megtalálni az nem annyira egyszerű, tehát sok összetevője van, például, hogy legyen egy jó munkatárs, aki normálisan dolgozik, legyen egy jó szervezet, ahol lehet normálisan dolgozni. Most én nem ezekről fogok beszélni, hanem azokról a szabályokról, ami meghatározza, hogy milyen játékszabályok mellett lehet normálisan dolgozni. És ahhoz próbálok majd tanácsokat adni, hogy a jogi szabályozás keretei között mik azok a lehetőségek, amik ezt a foglalkoztatást ezt hatékonyabbá vagy kényelmesebbé tudják tenni. Nagyon sok mindenre panaszkodnak magyar munkáltatók az érdekképviseleti szerveiken keresztül, hogy mi a rossz Magyarországon és miért nem lehet jól foglalkoztatni. Itt a elavult infrastruktúrától kezdve a magas közterheken át sok mindent felszoktak hozni. Többek között a munkajogi szabályozás is kap gyakran kritikát, aminek egyébként van alapja. A más kérdés az, hogy én azt tapasztalom, hogy az ügyfeleink túlnyomó részénél nem a jogi szabályozás miatt nehézkes a foglalkoztatás, hanem mert a munkáltató nem jól alkalmazza ezeket a szabályokat, vagy messze nem használja ki azokat a lehetőségeket, amit egyébként a törvény biztosít. Úgyhogy az lenne ennek az első két órának a célkitűzése, hogy megnéznénk egy-két olyan megfejtést a törvényből, a munkatörvénykönyvéből, ami segíthet hatékonyabban foglalkoztatni, vagy rugalmasabban foglalkoztatni. Úgyhogy ez lenne a első téma. No, hát igazából én négy témát hoztam, mert nagyon sok mindent lehetne a foglalkoztatás hatékonysága kapcsán elemezgetni. Négy dolgot szeretnék kiemelni. Az első az egy ilyen nagyon-nagyon fontos összefüggés, az egész új munkatörvénykönyvnek az alapját érintő kérdés, hogy Isten igazából hol van a hatékonyság elrejtve a munkatörvénykönyvben, ez pedig a megállapodások lesznek elsősorban, erről fogok kezdetnek beszélni. Aztán a munkaidőben néznénk meg egy-két olyan szabályt, elsősorban a munkaidőkeretet, ami nagyon sokat tud lendíteni azon, hogy többet dolgozzanak a munkavállalóim kevesebb pénzért. A bérezésnek is vannak azért ilyen szabályai, különösen az új bérpótlék szabályokban, illetve végül, de nem utolsó sorban az atipikus munkaviszonyok, ami ugye szintén nagyon hasznos eszköz lett, hogyha ismerjük, hogy ezt mikor, mire lehet, hogy mikor érdemes ezeket használni. Úgyhogy nagyjából ez lenne a menü, amivel a mai napon itt délelőtt foglalkozunk. No, hát akkor kezdjük ezzel a bizonyos megállapodások című témakörrel. Tehát ha arról beszélünk, hogy hogy lehet ma hatékonyan munkajogi szempontból foglalkoztatni, akkor muszáj ezzel kezdeni. És ez az a vonása talán az új munkatörvénykönyvnek, ami jól lehet a legfontosabb. Ezt értik a legkevésbé jelenleg a munkáltatók az én tapasztalataim szerint. Hát a téma ugye az, hogy munkahelyi központok által nyújtható támogatások. És most jó is volt, hogy hallottam a Navos kolléganő előadásának egy részét, mert így biztosan tudom, hogy beszélt a szocó kedvezményekről. Ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, tévhitek eloszlatása véget, a NAV által, vagy a munkahelyvédelmi akcióterves szocó kedvezmények párhuzamosan igénybe vehetők a munkahelyi központos támogatásokkal. Tehát nem zárja ki egyik a másikat. Ami lényeges, hogy nyilván amit önök nem fizetnek be, azt mi sem térítjük meg, tehát a ténylegesen átutalt szocó összegére tudunk támogatást nyújtani. De érdemes a kettőt egyébként párhuzamosan futtatni, hiszen az tovább tart. Első
körben a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásról szólnék egy pár szót. Ahogyan a nevében is benne van, a foglalkoztatás bővítése a célja. Ez azt jelenti, hogy a kérelmező munkaadónál megnézzük...